Machin, frère, frère, me donnait qu'un jus. Du soleil posa sur ta part la fenêtre. Et chasseur à ma peau comme les petits soldats qui veulent me rentrer. Amióta a koronavírus járvány miatt lakásaikba kényszerültek az emberek, a Filharmónia Magyarország kezdeményezésére egyre másra érkeztek a lakóközösségek szórakoztatására zenekarok, és mint ahogy legutóbb is láthatták, táncegyüttesek is, mint például a Bartina Nép Táncegyüttes. Arról is beszámoltunk, hogy szívesen térnek vissza olyan művészek is kihasználva az alkalmat, akik sok szállal kötődnek Szekszárdhoz, így volt ez Farkas Péter harsonaművész és Pece Balázs trombitás esetében is. Újra felcsendült a zene a város terein, és ismét olyan előadók tolmácsolásában, akiknek sokat jelent Szekszárd. Itt van mindjárt Kéméndi Tamás harmonikás, aki számtalan kellemes pillanatot szerzett már elsősorban a Szekszárd Big Bandhez kötődő barátság révén a hallgatóságnak. És ha már a Big Bandnél tartunk, olyan kísérője akadt az alkalomra, aki szintén ebben a zenei világban nevelkedett, Pece Zsófia, az együttes állandó énekese. A Filharmónia Magyarország által szervezett koncertsorozatban veszek én is részt, amelyek sarokkoncertek névre hallgat, vagy a térzene koncertek névre hallgat. Ez alapján kerestek meg engem is, már nagyon régi kapcsolatunk van a Filharmóniával, nagyon jó kapcsolatom van a Filharmóniával, és így hát ide jutottam az utcára. Szekszárdon én nagyon-nagyon szeretek énekelni. Itt mindig itthon vagyok, úgyhogy egyrészt a szüleim miatt, másrészt pedig ugye a sok-sok emlék, ami ide köt, itt jártam óvodába, itt jártam iskolába, úgyhogy azért azt gondolom, akármerre megyek, mindig találkozom egy olyan ismerős arccal, ismerős emberrel, aki akár kiskoromból, akár idősebb koromból ismerős számomra. Kéméndi Tamás a kezdettől fogva segíti a Filharmónia kezdeményezését. Saját nyilvántartása szerint túl van a 40. fellépésen a sorozatban, és ahogy a dolog kinéz, mondja, még ennyi biztosan vár rá. Azt hiszem, kitanulom a szakmát így a végére, de azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó a fogadtatása ezeknek a koncerteknek, főleg panelházak környékén, mert ott tényleg nagyon sokan vannak, valamint, hát ott ugye csak ki kell hajolni az ablakon, és gyakorlatilag házhoz megyünk a koncerttel. Francia sanzonokra alapul, azt is lehet mondani, de van benne filmzene és egy kicsi jazz is. Ezen a ponton mondhatjuk, haza is érkeztünk, hiszen a jazz mindkettő zenei pályájának meghatározó zenei világa. És ahogy eddig is, amikor megszólalt a zene, minden produkcióért hálás volt a hallgatóság. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte.